Az Európa-bajnokság előtti utolsó edzésen a legfiatalabbak is a legnagyobb reményekkel indultak a versenyre. Én nagyon remélem, hogy elsők leszünk mind a kettőben. A felkészülési idő nem volt egyszerű. Minden alkalommal teljes lendülettel edzett a csapat, mondta az egyik edző, Váradi László. Elég nehezen telt el, nagyon keményen dolgoztunk, most meg még az időjárás is besegített nekünk, nem fázunk, meleg van, kint párás a levegő, ez egy szempontból jó a gyerekeknek, mert nem hűlnek ki. Nagy elánnal készülünk. A kemény felkészülésnek meg is lett az eredménye, hiszen nagyon jól szerepelt a tornakör. A Léván rendezett Európa-bajnokságon szerették volna a tavalyi év eredményeit még szebbé tenni. Az OB-n nyertünk 6 első helyet, 1 másodikat, megcélozunk itt is mindent. Hát ha sikerül 6-ot, ha 4 már akkor is örülünk. Összesen 14-en indultak a tornakörből a megmérettetésen. Egyéni, páros és hármas gyakorlatokban mutatták be az akrobatikus tánctudásukat. A Látványtánc Szövetségnél a kortárs balettől elkezdve bármilyen, ami a tánccal kapcsolatos mozgásforma. Mi az akrobatikát választottuk, a gyerekek egyénibe, párosba, hármasba, csoportba, trióba. Tavaly 3, idén pedig már 7 egységgel képviselték Ceglédet az Európa-bajnokságon. Nagyon jól szerepeltek, 4 aranyat, 2 ezüstöt és 1 bronzot érdemelt ki a csapat.